Önök az elmúlt hét híreinek összefoglalóját, a krónikát látják. Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Februárban is folytatódik az oltási akció, így 115 szakrendelőben, 101 kórházi oltóponton és valamennyi háziorvosi körzetben továbbra is kérhető az első, a második vagy a harmadik vakcina. Az Omikron variáns terjedésének megfékezése érdekében három oltás mindenképpen szükséges a szakemberek szerint. Vakcina géz és ragasztó bekészítve, az ampullában Pfizer oltóanyag. Az egyetemvárosi rendelőben a vakcinázás már olajozottan működik. Január eleje óta már több ezer koronavírus elleni oltást adtak be. Egy magát tessék mondani. Jó. Rutin vizsgálat után már csak a szúrás maradt hátra. Bálint Zoltánné a harmadik oltást vette fel pénteken. Fontosnak tartom azt, hogy a környezetemet védjem ezáltal, illetve a családomat és magamat is, és én ezért jöttem el. És nekem, én itt dolgozok az egyetemen, és nekem ez így kényelmes volt, hogy hazai helyre megy, jövök oltásért. A 91-es háziorvosi körzetben látják el ugyanis a kampusz hallgatóit és dolgozóit is. A rendelőben ma mindenki időpontfoglalás után vehette fel a harmadik vakcinát. A védettség szempontjából tartom fontosnak igazából a harmadik oltás elvételét. 50 éves elmúltam, egészség fontosabb mindennél, úgy gondolom. A körzetben kimagasló az átoltottság, eddig mindössze 30-an nem kérték a vakcinát. Ez azonban sajnos nem mindenhol van így. Az Omikron variáns terjedése miatt Felszegi Sára háziorvos is a harmadik oltás felvételére kér mindenkit. Ezt végig kéne gondolni, és önmagunk, szeretteink, illetve hát a társadalom egésze szempontjából most különösen a vírusnak, ennek a mutációnak következtében, ami rendkívül gyorsan terjed, nagyon sok megbetegedést okoz, jó volna, hogyha ezt lehetőleg elkerülnénk. Ennek érdekében az oltási akció februárban is folytatódik, a kormány tegnapi bejelentése szerint. A háziorvosi rendelőkben időpontfoglalás után pénteken és szombaton, a kórházi oltópontokon pedig időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval csütörtökön, pénteken és szombaton kérhető az első, a második vagy a harmadik vakcina. Egy friss nemzetközi kutatás kimutatta, hogy a védőoltást, a várandóságot tervezőknek is érdemes kérniük. A vakcina ugyanis nem befolyásolja negatívan a termékenységet. Ezt a Semmelweis Egyetem professzorai is megerősítették. Míg a negyedik oltás felvétele a szakemberek szerint, különösen a krónikus és immunbetegeknek, a transzplantáltaknak és a 60 éven felülieknek ajánlott. 50 ezertől akár több millió forintos bírságra is számíthat február 1-től az a bolt, amelyikben nem alkalmazzák az élelmiszerárstoppot. A kormány döntés értelmében jövő hét 2-től több alapvető élelmiszer ára tavaly október 15-i szintre változik május 1-ig. A boltokban már készülnek a vásárlók tájékoztatására. A plakátok a közlönyben megjelentek, és a kormányzati oldalról is letölthetőek. A hagyományos üzletek mellett a webshopokban is vizsgálja a fogyasztóvédelem a rögzített árak betartását. Ebben az Andrássy utcai üzletben nem csak húsokat, de alapvető élelmiszereket is árulnak. A vásárlók szerint jelenleg bárhol vásárolnak, mindenütt drága minden. A nyugdíjunkhoz képest nagyon drága minden. Mindennek megy föl az ára. Hát egy liter étolaj már 850 forint, szóval meg a kristálycukor 320, szóval nagyon sok. Csirkeszány végről van szó, nem az egész csirkeszány. Az intézkedés a csirkeszány végre, a sertészcombra, csirkemerre, csirkefarhátra, a kristálycukorra, a búza finom lisztre, napraforgóolajra és a 2,8%-os tejre vonatkozik. Ezeknek az alapvető élelmiszereknek az árát szabályozza a kormány az október közepi szintre. Az árváltozásról a tájékoztatást a kereskedőknek ki kell függeszteniük az üzletek bejáratánál jól látható helyre. Az internetes csomagküldő szolgálatoknál pedig a nyitólapon kell közzétenni a rendeletben foglalt formai és tartalmi előírások alapján. Értesültünk róla, nyomtatás alatt van, és kedden ki fognak kerülni a táblák. A szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. A szabályok megszegése pénzbírsággal vagy akár az üzlet bezárásával büntethető.
a jelen rendelkezés esetében kötelezően rögtön bírságot szab ki a fogyasztóvédelmi hatóság akkor, hogyha jogsértést tapasztalt, tehát hogyha az ár meghatározás nem megfelelő, nem a szabályoknak megfelelő, vagy a mennyiség nem áll rendelkezésre, vagy a tájékoztatás hiányzik az üzletből. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár hozzátette, a bírság 50 ezertől 3 millió forintig akár többször is kiszabható. Ismételt jogsértések esetén ideiglenes üzletbezárást is elrendelhet a fogyasztóvédelmi hatóság. Országos figyelmeztető sztrájkot hirdetett január 31-ére a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A két órásra tervezett tiltakozó akciót az alacsony pedagógus bérek miatt tartják meg, a demonstrációhoz Miskolcon is sok pedagógus csatlakozik a MIOVI tagovodáiból. A szakszervezetek és az önkormányzat többször is tárgyaltak, csütörtökön pedig megállapodás született a gyerekek sztrájk alatti felügyeletéről. A Városházán találkoztak a pedagógus szakszervezetek és a városvezetés képviselői. A két órásra tervezett országos sztrájkot azért kezdeményezték, mert a pedagógusok bére munkájukhoz mérten alacsony, és ez már a komoly problémákat okoz az ágazatban. Borzasztóan nagy az óvónő hiány, és emiatt nagyon szükséges lenne, hogy komoly emelést kapjon az ágazat. A dolgozók elégedetlenek, túlhajszoltak, miután kevesen vannak, rengeteg a túlmunka, az még jobban leterheli őket, nagyon sok az írásbeli munka, elégedetlenek, fáradtak a kollégák, és fel kell hívni végre a kormány figyelmét, hogy ez így nem mehet tovább. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy korábban még nem volt példa arra, hogy a két pedagógus szakszervezet összefogva együtt lépjen fel a pedagógus bérek ügyében. Óriási jelentősége van annak, hogy a PS és a PDS, a két pedagógus szakszervezet megalakította közös sztrájkbizottságát még múlt év októberében. Ez is azt jelzi, hogy igenis nagyon nagy a probléma, és előrevetíti a pedagógus hiánya a közeljövőnek ezt a hatalmas problémáját, hogy valóban ott tartunk, hogy nem lesz, aki a szakmában dolgozzon. A pedagógus hiány már a Miskolci önkormányzat fenntartásában működő óvodákban is érezhető. Varga Andrea alpolgármester szerint ezért is támogatják a szakszervezetek törekvéseit és a pedagógusok ügyét. A Városházán tartott találkozón megegyeztek az óvodás gyerekek sztrájk alatti felügyeletéről is. Megszületett az a megállapodás, amely alapján az elégséges szolgáltatás tekintetében dűlőre jutottunk, illetve a figyelmeztető sztrájk időszaka alatt megoldódik ez a kérdés. Az majd egy következő tárgyalási ciklus lesz, hogyha a figyelmeztető sztrájk nem vezet eredményre, akkor nyilvánvalóan folytatódni fognak a tárgyalások, hiszen egy hosszabb idő, ideig tartó sztrájk esetén más feltételeket kell majd biztosítani. Ha csak addig nem történik érdemi előrelépés az ügyben, vagy nem hoznak valamilyen korlátozó intézkedést, akkor a sztrájkot a tervezett időpontban megtartják. A lézerpont hasznosításáról és a választási bizottság tagjainak megválasztásáról is igennel szavaztak a képviselők a januári közgyűlésen. A grémium nem támogatta viszont a polgármester, illetve alpolgármesterek illetményének emelését. Szopko Tibor azt mondta, nem azért, mert nem érdemelnék meg, hanem azért, mert a kormányzati elvonások miatti gazdasági helyzetben erre most nincs lehetőség. Tisztelettel kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg. A közgyűlés kezdetén egy perces néma felállással emlékeztek a képviselők, a közelmúltban elhunyt neves miskolciak és a holokauszt áldozatai előtt. Január 27-e az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának nemzetközi emléknapja. Az előterjesztésre vonatkozó jogszabály megváltozása miatt van szükség, és emiatt tettem erre javaslatot. Ignác Dávid jegyző, a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének meghatározásáról elmondta, hogy jogszabályváltozás miatt kell döntenie a közgyűlésnek a témában. Mokrai Mihály felszólalásában arról beszélt,
hogy a Fidesz úgy döntött, még a választások előtt, hogy meg kell emelni a városvezetők illetményét, plusz forrásokat azonban nem adott hozzá. Az önkormányzat viszont nem tudja kigazdálkodni az emelés összegét, mert a miskolci költségvetésből a kormány elvont szinte mindent. Ha elfogadják az emelést, akkor a Fidesz azt mondja, emiatt nem járnak a buszok, ezért nem nyírják a füvet. Ha viszont nem fogadják el, akkor a kormányhivatal mondja, hogy nem tudnak várost vezetni. Ebbe a politikai csapdába a frakciónk nem akar besétálni. Azt kell mondanunk, hogy igazából jó megoldás nem született, de azt meg tudom önöknek erősíteni, hogy a frakciónk az előterjesztést nem fogja megszavazni. Azért nem fogja megszavazni, mert nincs költségvetési fedezete. Mokrai Mihály azt is mondta, hogy a mostani városvezetés még mindig gazdaságosabban működik, mint az előző. Nagy Ákos Fidesz frakcióvezető az előterjesztést blöffnek nevezte, mert bármilyen döntést hoz a közgyűlés, magasabb jogszabály már rendelkezett az emelésről. Szarka Dénes szerint a kormány olyan helyzetet teremt, amivel nehezíti az ellenzéki önkormányzatok munkáját. Szopko Tibor alpolgármester pedig azt mondta, hogy a város anyagi helyzete nem engedi, ezért nem támogatják az előterjesztést. Ezzel a döntéssel nem ezt a munkát kívánjuk devalválni, hiszen nyilván a saját munkámról nem beszélhetek, ezt önök, illetve majd a választók meg fogják ítélni, de az alpolgármestertársaim és polgármester úr munkájáról szerintem nyugodtan beszélhetek. Értékes munkát végeznek, sok munkát végeznek a város érdekében. Tárgyalt a csütörtökön a grémium a lézerponttal kapcsolatos előterjesztést is. A lézerpont ingatlan azon része, amely jelenleg az ingatlanban található gyűjteményeknek helyet ad, kerüljön térítésmentesen a Herman Otto Múzeum használatába adásra. Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a város térítésmentesen adja használatba a több mint 1900 négyzetméter alapterületű helyiséget, a Herman Otto Múzeumnak. Nem értettük azt, hogy miért van szükség közel 300 millió forintos bevásárlásra egy volt, tényleg egy azt kell mondjam, hogy nem túlságosan újszerű, sőt inkább lepukkant terület kapcsán, illetőlegesen azt, hogy mennyit kell rákölteni, ez egy következő kérdés lesz, ugyanis ezzel párhuzamosan 1 milliárd forint értékben a Herman Otto Múzeumot bővítették. Tárgyaltak a képviselők az április 3-ára kitűzött választások bizottsági tagjainak megválasztásáról, és napirenden volt a bölcsödék nyári nyitvatartásának jóváhagyása is. Miskolton a nagyvállalatok megszűnésével eltűntek a munkásszállók is. Szúnyog László elmondta, hogy egy cég jelentkezett munkásszálló igénnyel, amit a Fonoda udvarban terveznek megépíteni, de ehhez kiemelt fejlesztési területté kell nyilvánítani ezt a részt. Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk képviselője, arra volt kíváncsi, hogy honnan érkeznek ezek a vendégmunkások. Szopko Tibor úgy fogalmazott, Miskolc gazdaságfejlesztési céljaival szinkronban készült az előterjesztés. Hogy ez egy kulcs terület Miskolc szempontjából. Úgyhogy én, hogyha így nézem ezt az előterjesztést, akkor maximálisan támogathatónak tartom. A közgyűlés 7 rendes és 2 sürgősségi napi rendet tárgyalt. Ebből a polgármester és az alpolgármesterek illetményének növelését nem fogadták el. Már februárban felvonulhatnak a munkagépek a Népkertben. Elkezdődik ugyanis annak az 1 kilométer hosszú rekordtán futókörnek az építése, amivel a miskolciak régi vágya teljesülhet. A beruházást több mint 84 millió forintból, részben támogatásból, részben saját forrásból valósítja meg az önkormányzat. A pályát a tervek szerint már tavasszal birtokba vehetik a futók. Reggel délben este így sétálunk. A Népkertbe Tobi és gazdája is mindig örömmel jön. Kutyasétáltatók és sportolók által is kedvelt helyszín ez. Máté rollerrel járta be a parkot ma délután. A játszóvárat a gyerekek vették be, de az idősebb generáció tagjai is örömmel térnek be egy sétára a Népkertbe. Tulajdonképpen fiatalkoromban is nagyon sokat jártam ide, és nagyon kedvelem. Ragyogó napsütésben kellemes volt a síta, amit hamarosan rekordtempóban is megtehetnek a sportolni vágyók. A sport számunkra sétát jelenti, és elég sokat sétálunk a Népkertbe, és nagyon szeretünk itt lenni. Amit nagyon sajnálok, amikor kivágnak fát, de az valószínűleg szükségszerű, pótolni kellene, amit úgy látom, hogy kísérleteznek és azzal visszapótolják, úgyhogy nagyon jó ötlet, hogy itt lesz futópálya, mi meg a futópályát majd sétálunk. A Népkertben 1 kilométer hosszan épül futókör, amivel a miskolciak régi vágya valósulhat meg.
Azt a célt szolgálja egyértelműen, hogy a futás szerelmesei valóban egy modern, a technikai feltételeknek megfelelő futópályát használhassanak. Ennek a költsége, összköltsége 84,2 millió forint lesz. Ennek nagyjából a felét, 42 millió forintot támogatásból kaptunk meg, elnyertük ezt a támogatást. A fennmaradó 42,4 millió forintot pedig a város saját forrásból finanszírozza majd. A munkagépek várhatóan február 2. felében vonulnak fel a Népkertben. A rekordtámpályát a tervek szerint már tavasszal birtokba vehetik a sportolók. Már gyártják azokat a teljesen elektromos autóbuszokat, amelyeket a tervek szerint idén forgalomba is állít az MBK ZRT. A város környezetének védelme érdekében hozzájárul a krom, a nitrogénoxid és a szénhidrogén kibocsátás csökkentéséhez, valamint csendesebb üzemmódban közlekedik majd, mint a dízelbuszok. Busz érkezik az egyik miskolci megállóba. Ezt a járművet gázolaj helyett sűrített földgáz hajtja. A miskolci flotta nagy részét ilyen CNG buszok alkotják. Ez a technológia jóval környezetkímélőbb, mint a hagyományos belső égésű motorok. Az ilyen járművek szennyező anyagokból is jóval kevesebbet bocsájtanak ki. Miskolcon gyakran előfordul, hogy hirtelen romlik a levegő minősége, főleg a fűtési szezonban, de igaz ez a környező településeken is. Ezen javíthatnak a környezetbarát buszok. Hasonló színvilág lesz, mint a jelenleg már megismert CNG autóbuszok. Még egy földgázos mellett áll, de már azokról a teljesen elektromos autóbuszokról beszél az MVK ZRT szakembere, amelyeket 1,5 milliárd forintnyi pályázati forrásból szerez be a város. A tervek szerint még idén 10 új elektromos busz érkezik majd Miskolcra. Az elmúlt héten elkezdték gyártani a 10 darab autóbusz közül az egyiket. Ez az első autóbusz, ez Kínában készül. Ez tulajdonképpen egy mintadarab lesz, és ez alapján a további darabokat, a 9 darabot már itt Komáromba szerelik. Látványterven a 10 új busz egyike. A dizájn még olyan, mint a CNG buszokon, de a technológia még annál is környezetkímélőbb. Nyilván sokkal alacsonyabb a károsanyag kibocsátásuk, mint a most üzemben lévő flottának, de a fenntarthatóság szempontjából, a finanszírozhatóság szempontjából is nagyon fontos az, hogy ezeknek a járműveknek a fenntartására, üzemeltetésére, tankolására mennyit költünk. Ezért is fontos, hogy nem csak a 10 busz kerül most megvásárlásra, hanem egyébként a teljes töltőinfrastruktúra. A gyártó ugyanaz, a modell egy kicsit más. Legjobban ezekre a zöld pécsi buszokra hasonlítanak majd a miskolci járművek is. Forgalomba állításukkal jelentősen csökkenhet majd a város levegőjének a krom, a nitrogénoxid és a szénhidrogén terhelése. 108 millió forintból felújították a Dózsa-György úti tagovodát, a műszaki átadás megtörtént. A kivitelezési munkák az önkormányzat óvodafelújítási programjában júliusban kezdődtek. Kicserélték a külső és belső ajtókat, ablakokat, felújították a csoportszobákat, a közlekedők padlóburkolatait és lefestették a falakat. Átépítették a vizes blokkokat, a villamos hálózatot és a szellőzést is megoldották. Az épület egy részében a teljes gépészeti rendszert is átépítették. Az óvodát akadálymentesítették, hőszigetelték és napelemes rendszert is telepítettek. A projekt célja az volt, hogy csökkenjenek az üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint komfortosabb, igényesebb környezetet biztosítsanak a gyermekeknek és az óvoda munkatársainak. Idén is folytatódik az e-lakás pályázat. Újabb 30 ingatlan találhat gazdára. A jelentkezéseket február 7-én 16 óráig lehet elektronikusan benyújtani. Az elbírálásra legkésőbb a pályázatok lezárását követő 60 napon belül kerül sor. Az érdeklődők a részletes pályázati feltételeket a Miskolc Holding honlapjáról tölthetik le. Az e-lakáspályázat oldalon a bérbeadásra váró lakásokról vannak fényképek, és a műszaki állapotra, valamint a felújítási kötelezettségekre és a fizetendő bérleti díjakra vonatkozó tájékoztatók is. Tavaly novemberben ebben az újgyűri fűtéri emeletes házban is volt olyan lakás, amire lehetett elektronikusan pályázni. Két hete költöztem be ide a lakásba, és minden szerencsére ez komfortosan fel volt újítva. Ezért nem is kellett rá költeni. Zoltán jelenleg 37 000 forint bérleti díjat és a lakás rezsijét fizeti. Egyelőre egy évre kötöttem előre szerződést, utána pedig 5 évre ki tudom bővíteni, és ha jól emlékszem, és minden igaz, akkor 5 év után ki tudom vásárolni magamat így az egészből, és
Hát remélem, hogy sajátomnak tudhatom így végleg majd ezt a lakást, mert ez a garzon így egyedülállóként nagyon jó. Tavaly 3 pályázati kampányt indított a Miskolc Holding ingatlan gazdálkodási igazgatósága. Összesen 111 lakást hirdettek meg, amelyre csak nem 3000 pályázat érkezett. A lakosság körében népszerű e-lakáspályázati lehetőség tovább folytatódik. Idén 30 lakást írtak ki. Például ez a Győri kapu 132 szám alatt található, ez 71 négyzetméteres, és nagyon jó állapotú. A pályázat részleteit a Miskolc Holding honlapján, az e-lakáspályázat oldalon találják az érdeklődők. Ugyanitt láthatóak a lakásokról készített fotók, információk a felújítási kötelezettségekről és a bérleti díjakról is. A pályázati kérelemhez előzetesen semmilyen dokumentumot nem kell csatolni, csak később a nyertes pályázónak a szerződéskötés előtt. A pályázati elbírálásnál elsősorban a jövedelmi helyzetét vesszük figyelembe a családnak, illetve azt, hogy ki milyen formán tudja a felújítási költségeket bevállalni, hogyan tudja felújítani a lakást. Ezen kívül ki mennyi időt szeretne eltölteni ebben a lakásban, tehát most például előnyt jelent az, aki azt nyilatkozza, hogy csak 5 évre, vagy csak 2x5 évre szeretné igénybe venni ezt a lakást. A jelentkezéseket elektronikus formában lehet benyújtani február 7-én 16 óráig. Az elbírálásra pedig legkésőbb a pályázatok lezárását követően 60 napon belül kerül sor. Az egészségtudományi, a jogi és műszaki karok mellett a zenész hallgatók is segíthetik a jövőben az országos mentőszolgálat munkáját. A kampusz valamennyi karát érinti ugyanis az az együttműködési megállapodás, ami az egyetem és Magyarország legnagyobb egészségügyi szervezete között született. A közös munka már másfél éve elkezdődött. A hallgatók azóta is önkéntes munkában vesznek részt a koronavírus tesztelésben, és ezzel segítik a mentőszolgálatot. A szerződés aláírása most újabb lehetőségeket teremt az együttműködésre. Védőoverell, gyors teszt, kézfertőtlenítő. Minden, ami a teszteléshez szükséges, ott volt a csomagtartóban. Ezek a pálcák, amiket használunk, amikor az orrgarodba és a szájgarodba kell benyúlnunk. A járványhelyzet nem csak az egészségügyi dolgozókat, de a Miskolci Egyetem több tucat hallgatóját is új feladatok elé állította. 2020. novemberétől önkéntes munkára jelentkezhettek a fiatalok, amivel az országos mentőszolgálat munkáját segítették. Az egészségtudományi karon tanulók a mintavételben, más karok hallgatói pedig a szolgálati autók vezetésében vettek részt. A Covid megjelenésével egy teljesen új terepen találtuk magunkat. Ez az új terep pedig új lehetőséget is teremtett az egészségtudományi kar dékánja szerint. 345 egészségügyi hallgató közül ma is 175-en vállalnak önkéntes munkát az országos mentőszolgálatnál. Ez egy alap, ahonnan most mi elindulunk, tehát ez a fajta együttműködés, amely a hallgatóink által és a mi szervezésünk kapcsán a lakossági COVID-szűrésben egyfajta előrelépést jelent. Ez egy alap, ahonnan itt elrugaszkodva tudnánk egyfajta oktatási együttműködést, egyfajta kutatási együttműködést és egyfajta társadalmi missziós együttműködést véghez vinni. Oktatás, kutatás és fejlesztés terén is szorosabban együtt dolgozik majd a jövőben az egyetem és Magyarország legnagyobb egészségügyi szervezete. A megállapodás azonban nem szigorúan az egészségtudományi karra korlátozódik. A jogászokra például a betegjog és adatvédelem területén, a műszaki karokra pedig például járműparkja korszerűsítésében számít a mentőszolgálat. A közeljövőben tervezzük az elektromos mentőautóknak a használatát, és nyilván emögött egy komoly műszaki gondolkodás és komoly műszaki tartalom változás is van, hiszen egy más jellegű szolgáltatást jelent, egy más jellegű logisztikát jelent a mi részünkről is, amiben mi mentőszolgált egyedül nyilván kevesek lennénk, ez szükségesek azok a tudások, azok az egyetemi disziplinák, amik egy ilyen helyen kiválóan megvannak. A szervezet minősített oktatói jelenleg is részt vesznek a hallgatók képzésében. Az együttműködés jegyében pedig februártól az első segélynyújtó tanfolyamokat is a mentőszolgálat munkatársai tartják majd. 85 éves korában elhunyt Kapdebó Lóránt irodalomtörténész Miskolcváros díszpolgára, az egyetem bölcsészkarának alapító dékánja, professzor emeritusa és számos szakmai díj birtokosa. Kapdebó Lóránt 1958-ban végzett magyar történelem szakon az ELTE bölcsészettudományi karán.
1962-ben egyetemi doktori, majd kandidátusi fokozatot szerzett. Több mint 20 évig volt a Napjaink Észak-Magyarországi Irodalmi Folyóirat főszerkesztő helyettese. Szabó Lőrinc életpályájának kutatásáról 3 kötetes monográfiát is írt. 1993-ban a Miskolci Bölcsészettudományi Intézet igazgatója, később pedig a kar dékánya volt. 2021-ben Miskolc város díszpolgára lett. Ha azt kérdezik, hogy hova tartozol, akkor az olyan természetessé vált, hogy amit a véletlen körém szervezett, országos tanulmányi versenye, Földes Gimnázium, Dajka Gábor, Szabó Lőrinc, ezek mind valahogy Miskolccal kötődtek. Kedves nézőink, Önök a Krónikát az elmúlt hét híreinek összefoglalóját látták. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvége hátralévő részére kellemes időtöltést, jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!